rendezvény, ez egy új kezdeményezés itt nálunk, és szeretnénk ezzel hagyományt teremteni. Célunk, hogy a környékbeli települések német kulturális csoportjait mi is megismerhessük és megismertessük másokkal is, és megismerkedjünk egymással, és hogy továbbra is alakuljon ki közöttünk együttműködés. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy most ide eljöhettem és beszédet mondhatok, mert ez azt jelenti, hogy ez a rendezvény most nem maradt el más rendezvénnyel ellentétben. A polgármester úr februárban megkért, hogy a március 15-i rendezvényen én mondjam a ünnepi beszédet, és hát meg is írtam a beszédet, készültünk is rá, aztán a járvány miatt ez elmaradt. Aztán augusztusban ugyanez megtörtént, szintén megkért, hogy mondjam én az ünnepi beszédet, megint felkészültünk rá, aztán az megint elmaradt. Így félve jöttem ide, nem vagyok nagyon babonás, de úgy voltam, hogy nehogy véletlenül ez is elmaradjon, mert ezek a rendezvények nagyon fontosak. Az elmúlt fél évben nem igazán tudtunk találkozni. A művédési ház is lemondta a rendezvényeket. A nyár egy kicsit szabad volt, de akkor is ment mindenki nyaralni mindenfele. És már én magam is nagyon vágytam egy ilyen rendezvényre, ahol együtt lehetünk, kicsit beszélgethetünk. Nem mindenki maszkba ül és nézi, hogy ki, hogy merre, meddig, hanem együtt tudunk lenni. Ezért nagyon köszönöm a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy ezt a rendezvényt megszervezték. Ez az első német nemzetiségi nap, aminek az egyes a neve előtt azt jelenti, hogy remélem, hogy évről évre megrendezésre fog kerülni. És még annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a környezetet érdemes mindenkinek szemügyre venni, végig sétálni. Ez egy nagyon gyönyörű pincesor. Lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de azt gondolom, hogy Magyarország egyik legszebb, ha nem a legszebb pincefalujában vagyunk. Több száz pincét találunk itt, és én azt gondolom, hogy akkora figyelem nem fordul rá, mint amennyit megérdemelne. Ez Pács szívében egy igazi kincs, és azért is jók ezek a rendezvények, mert kicsit föl tudjuk ráhívni a figyelmet. Most még kicsit csöndes ez a pincehegy, de szépen a pincék kezdenek megtelni, élet lenni bennük. Finomabbnál finomabb borokat lehet megkóstolni, és ezért is nagyon fontosak ezek a rendezvények. Szóval mindenkinek nagyon jó ünneplést, és érezzék jó magukat. Köszönjük szépen!